azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek nagyon köszönöm, aki itt ezen a késő idő órán úgy döntött, hogy engem tüntet ki a figyelmével, amit én igyekszek azzal meghálálni, hogy egy feszesebb és rövidebb előadást tartok, mint amilyet eredetileg terveztem. Már csak azért is, mert a tárgy, amiről beszélni szeretnék, tehát a most zajló európai szabályozás, amely a digitális platformokat érinti, körülbelül két órás időtartamban lehetne rendesen kifejthető, úgyhogy most ebben a 10-15 percben én tényleg csak az alapvonalakat érinteném. Azzal indítanék, hogy az európai jog hogyan kezeli ezeket a platformokat, hol tartunk most. A jelenlegi jogszabály, ami a digitális platformokra is vonatkozik, az az elektronikus kereskedelemről és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló európai irányelv. És ebből az irányelvből is, ami látható, hogy 2000-ben keletkezett, tehát a gondolkodás, amelyet tükröz, az egy negyed évszázaddal ezelőtti gondolkodás, ami az internet korában azért elég hosszú idő. Ebből az irányelvből is, amit érdemesnek tartok kiemelni, az a felelősséggel kapcsolatos szabályozás. Úgy merül föl itt a kérdés, hogy például felele egy internetes fórum üzemeltetője egy gyalászkodó kommentért, felele mondjuk a Facebook egy viharos gyorsasággal terjedő álhírért, felele egy videó megosztó platform a ráfeltöltött szerzői jogokat sértő videóért. Az európai szabályozásnak, és ez lényegében globális standard, tehát az amerikai szabályozásban is hasonló megoldásokat láthatunk, az a válasz erre a kérdésre, hogy főszabály szerint nem. Harmadik felek által közzétett tartalmakért a digitális platformok általában nem felelnek, csak akkor, hogyha már kifejezetten tudomásuk van arról, hogy ez a tartalom jogellenes. Ez egy furcsa megoldás. Miért alakult ez így? Itt, hogy megértsük ezt, megint vissza kell mennünk a 2000-es évek gondolatvilágába. Akkor az internet egy kimondottan kockázatos befektetési terepnek számított, ezért a szabályozó úgy gondolta helyesnek, hogyha az internetbe befektetni kívánó vállalkozások tevékenységét azzal is ösztönzi, hogy mentesíti őket a harmadik felek felhasználók tartalmai tevékenysége miatti felelősség alól. Ugye akkor ez egy még gyenge születőben lévő iparágnak a megsegítése érdekében történt. Mára azonban a helyzet megváltozott. Tehát azok a szereplők, akiket annak idején ilyen kis csíraként, ahogy így bújnak elő a földből, féltő gonddal öntözgettek és ápolgattak, azok a digitális gazdaság... Pompás. A digitális gazdaság legnagyobb hatású, legtőkeerősebb szereplőivé nőtték ki magukat, most már teljesen világosan elviselik azt, hogy a társadalmi felelősségüket kövesse a jogi felelősség is. Úgyhogy éppen ideje volt annak, hogy az európai szabályozás a felelősségnek ezt a fölfogását meghaladja. Mi történt? 2020-ban az Európai Bizottság két jogszabálytervezetet tett le az asztalra. Az egyik a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálytervezete volt, a másik pedig a digitális piacokról szóló jogszabálytervezete volt. Hogy mi a kettő között a különbség, arra pár perc múlva rá fogok térni. Most ott tartunk, hogy a nyár folyamán lényegében valamennyi európai jogalkotó szerv kifejezte az egyetértését ezekkel a jogszabálytervezetekkel kapcsolatosan, és most már tulajdonképpen az elfogadás, aláírás, hatályba lépés formális aktusai vannak hátra. Tehát most már látjuk, hogy mi az a jogszabályanyag, ami 4-6 hónapos, 15 hónapos, illetve 2024-ig tervezett időszakban hatályba fog lépni az olyan digitális platformokra nézve is, mint a Facebook, az Amazon, vagy a Google szolgáltatásai. Nézzük meg először a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet. Kik azok, akikre ez a rendelet vonatkozik?
Ide tartoznak az internetszolgáltatók, a felhő alapú szolgáltatások, az üzenetküldés, a piacterek, a közösségi hálózatok. Tehát minden olyan közvetítő szolgáltató, aki platformként az interneten zajló kommunikációban szereplőket kapcsol össze egymással. A javaslat megkülönbözteti ezek között a szolgáltatók között az online óriás platformokat. Kiket tekintünk online óriás platformoknak? Azokat a szereplőket, akik az Európai Unió népességének több mint 10%-át látják el szolgáltatással, ez 45 millió felhasználót jelent. Aki ezt a határt túllépi, az online óriás platformnak fog minősülni ennek a jogszabálynak a végrehajtása során. Milyen kötelezettségek lesznek bevezetve ezekre a szereplőkre nézve? Itt a leglényegesebb az az lesz, hogy ezeknek a szereplőknek kötelező lesz eljárásrendet kialakítania a felhasználói panaszok kezelésére. Együtt kell működniük úgynevezett megbízható bejelentőkként minősített civil szervezetekkel, illetve más szereplőkkel. Ugyancsak tartalmazza a jogszabály azt, hogy hogyha egy felhasználó tartalmát korlátozzák vagy eltávolítják, akkor őt erről értesíteni kell. Akkor az érintettnek jogot kell biztosítani arra, hogy kifogást emeljen a döntéssel szemben. Adott esetben bírósághoz forduljon. Hogyha a platformszolgáltató jogellenesen távolította el a tartalmat, akkor kártérítésre is jogosult ezt az adott felhasználó. Lehetővé kell tenni az óriás platformok esetében, tehát a Facebook, Google méretű szereplők esetében, a kockázatkezelési módszereik független ellenőrzését. Kockázatkezelési mechanizmusokat kell bevezetniük ezeknek a szereplőknek, álhírek ellen, krízishelyzetekben terjedő információk megfogására, járvánnyal kapcsolatosan merültek fel ezek például az utóbbi időszakban, és ezek erről a kockázatkezelési rendről nekik transzparens módon be kell számolniuk. Tehát ha egy kutató hozzájuk fordul, hogy ő adatokat szeretne kérni, hogy ők hogyan kezelik ezeket a társadalmi kockázatokat, amiket a működésük hordoz, akkor nekik válaszolniuk kell, adatokat kell adniuk. A jogszabály arról is szól, hogy tilosak az olyan úgynevezett sötét megoldások, amelyek a felhasználót ilyen láthatatlan kezekkel terelgetik, látszólagos döntések folytán, de a szolgáltató által kívánt eredmény felé. Ugyanígy rendelkezik a jogszabály arról, hogy megismerhetővé kell tenni az ilyen szereplők algoritmusainak a működését. Egy felhasználónak mindig pontosan a tudatában kell lennie annak, hogy egy adott kiajánlott tartalomnak, vagy egy adott hirdetésnek ő miért tartozik a célcsoportjába. Lehetőséget kell adni a felhasználónak arra, hogy ezeket a beállításokat módosítsa. És lehetőséget kell adni arra is, hogyha ő úgy dönt, hogy ő nem akar célzott hirdetések célcsoportja lenni, akkor kiiratkozhasson ebből a körből. A gyermekek esetében, illetve érzékeny adatokkal kapcsolatos személyre szabott megkeresések esetében az irányelv, vagy a rendelet külön rendelet lesz, közvetlenül alkalmazandó jogszabályról beszélünk. A rendelet külön kimondja, hogy ilyen személyre szabott profilírozásra gyermekeknél szexuális orientáció, politikai meggyőződés, vallási, faji hovatartozás esetében nem lesz lehetőség az ilyen szolgáltatóknál. Következő kérdés, hogy szép ez a szabályanyag, ki fogja végrehajtani. Itt a rendelet egy kétlépcsős végrehajtói struktúrát vezet be. Az óriás platformok esetében, tehát a több mint 45 millió felhasználót elérő platformok esetében, európai 45 millió esetében, az Európai Bizottság lesz a végrehajtó. Ő fog bírságokat kiszabni azokra a szereplőkre, akik nem tartják be ennek a rendeletnek a szabályait. A tevékenysége fejében egyébként az Európai Bizottságnak külön forrása lesz, felügyeleti díjat vethet ki ezekre a szolgáltatókra, aminek a mértéke a globális bevétel, éves globális bevétel 0,5%-a.
Az is egy akkora összeg, ami ezeket a költségeket fedezni fogja. A kisebb platformok esetében a tagállami hatóság, a digitális szolgáltatási koordinátor lesz a felelős a szabályok betartatásáért. És létrejön ezeknek a tagállami digitális szolgáltatási koordinátoroknak a testülete, amelyik a remények szerint közös elemzéseket végez, közös ajánlásokat fogalmaz meg, illetve koordinálja ezeknek a szereplőknek a fellépését. Ja, mi történik akkor, hogyha egy óriás platform vagy egy digitális platform nem felel meg azoknak az alapvetően fogyasztóvédelmi szabályoknak, amiket ez a rendelet meghatároz? Említettem a legsúlyosabb szankciót, bírság szabható ki rá, aminek a mértékét egy fájdalmas összegben határozza meg az irány, a rendelet, ez egy maximum, az éves globális forgalom 6%-a. Tehát ennek valószínűleg lesz visszatartó ereje. A másik jogszabály, amely a közeljövőben elfogadásra kerül, ez a digitális piacokról szóló rendelet. A digitális piacokról szóló rendelet nem úgy, mint a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, nem a társadalom és a platform szolgáltatók, nem a fogyasztók és a platform szolgáltatók viszonyát rendezi, hanem a platform szolgáltatók és a velük kapcsolatban álló többi üzleti szereplő viszonyát. Itt alapvetően egy versenyjogi megközelítés az, amivel ez a rendelet él. Ugye kire vonatkozik? Az úgynevezett kapuőr szolgáltatókra. Ezek a kapuőrök azok a szereplők, amelyeket megkerülhetetlennek ítélünk meg a hétköznapi gondolkodásban, akik olyan felhasználói tömegek fölött diszponálnak, ami elkerülhetetlenné teszi a többi piaci szereplő számára azt, hogy rajtuk kívül lépjenek kapcsolatba ezekkel a felhasználókkal. Ugye exakt jogi definíciókat ad, illetve kísérel megadni ez a rendelet. Ugye ahhoz, hogy valaki kapuőrnek minősüljön, ahhoz jelentős hatást kell gyakorolnia a belső piacra, ez 7,5 milliárd eurós éves árbevételt jelent a számok nyelvére lefordítva, vagy 75 milliárd eurós piaci értéket egy vállalat esetében. Megkerülhetetlennek kell lenni a felhasználók számára, itt is belép a 45 millió európai felhasználóban megállapított küszöbérték, és a helyzetének szilárdnak kell lennie. Tehát ezt a két kritériumot, az érték, illetve az árbevétel és az elért felhasználók száma, ezt legalább 3 egymást követő évben stabilan hoznia kell az adott vállalatnak, hogy az Európai Bizottság majd őt ilyen kapuőrré nyilvánítsa. Ugye 10 szolgáltatástípust határoz meg ez a rendelet, ilyenek például az online keresőmotorok, a videó megosztó platformok, közösségi hálózati szolgáltatások, operációs rendszerek, felhőszolgáltatások, tehát ilyen konkrétsággal meghatározott piacokon jelöl ki az Európai Bizottság majd úgynevezett kapuőröket. Milyen kötelezettségeket kell betartania ezeknek a szereplőknek? Ja, említettem, hogy ezek elsősorban versenyjogi típusú kötelezettségek. Ezek arról szólnak, hogy ezek a szereplők a vélelmezett piaci erőfölényükkel ne élhessenek vissza a többi szolgáltató rovására. Ezért például, ha előre telepített alkalmazásokkal vagy más szolgáltatásokkal kínál egy ilyen platformszolgáltató szolgáltatást a felhasználónak, akkor biztosítania kell a lehetőséget, hogy a felhasználó ezeket kikapcsolhassa. Dönthessen úgy, hogy ő nem kér az ilyen kapcsolt szolgáltatásokból. Ugyanígy az interoperabilitás biztosítása, az együttműködési képesség biztosítása, amit az üzenetküldő szolgáltatásokra a rendelet kifejezetten meghatároz. Itt ugyanazt a megoldást kell elképzelnünk, ami a telefonhálózatok esetében működik. Egy telefontársaság nem ura az általa kiszolgált előfizetőknek, roaming megállapodások révén biztosítania kell, ha olyan piaci helyzetben van, hogy a többi szolgáltató az ő felhasználóit is fel tudja hívni a saját hálózatából. Lényegében egy hasonló megoldást vezet be ez a rendelet a digitális platformok kapcsán. És tilalmaknak is meg kell
felelniük az ilyen szolgáltatásoknak. Ugye, ha valakivel üzleti kapcsolatba kerül egy digitális platform, előbb-utóbb óhatatlanul sokkal több adat jut az ő birtokába az üzlettársának a tevékenységéről, mint magának az érintett szolgáltatónak. Most, ha versenytársról van szó, akkor tilos a digitális platformnak az így megszerzett adatokat saját céljaira felhasználni. Ugyanígy tilos előnyben részesíteni a digitális platform szolgáltatóknak a saját termékeiket a versenytárs termékekkel, alkalmazásokkal szemben. Ugye itt is a következő kérdés, hogy hogyan történik ezeknek a szabályoknak az érvényesítése. Itt kizárólag az Európai Bizottság lesz az, amely a maga már meglévő trösztellenes eljárásaihoz, jogköréhez hasonlóan ezeknek a szabályoknak a betartását felügyelni fogja. Piaci vizsgálat alapján darabonként fogja kijelölni a kapuőröket, akiknek a kijelöléstől számítva 6 hónapon belül kell megfelelni az irányelv szabályainak. A jogszabálysértés esetén itt is egy meglehetősen nagy visszatartó erejű pénzbírsággal kell számolnia a szolgáltatóknak, globális árbevétel 10%-a. Ismételt szabályszegés esetén 20%-a ezek már tényleg nagy összegek, és a bizottság bizonyos korrekciós intézkedéseket is elrendelhet, ugyanúgy, ahogy a versenyjogban, üzletág tulajdonában lévő vállalat eladására kötelezheti a platform szolgáltatót, a kapuőrt, vagy megtilthatja a számára, hogy tulajdont szerezzen valamilyen más vállalkozásban. Ezek tehát a szabályok, és ezért a legfontosabb kérdés így a végére maradt, mit érdemes gondolnunk ezekről a szabályokról? Örüljünk ennek. Ez a szabályozás tulajdonképpen az első látásra az európai szabályozással kapcsolatos összes negatív toposzt fölvonultatja. Óriási terjedelmű, szakzsargonban megírt, szinte olvashatatlan jogszabályszövegek. Az Európai Bizottság hatásköreinek a kódolt növelése. Új források behozatala az Európai Bizottsághoz. Újabb tisztviselői hadak foglalkoztatása. Ez mind ott van ebben a jogszabályban. Tehát az embernek az első benyomása az az, hogy vegyesek az érzések. Ami miatt azonban mégis azt gondolom, hogy ez a jogszabály, ez a két jogszabály megérdemli a megelőlegezett bizalmat, az az, hogy itt az európai jogalkotó nem követte el azt a hibát, amit a GDPR-ral, tehát az általános adatvédelmi rendelettel elkövetett. A GDPR legnagyobb hiányossága, hogy ugyanazokat a kötelezettségeket szabja ki egy kis családi vállalkozásra, aki balszerencsére úgy döntött, hogy kiszállít mondjuk ételt, házakhoz, és ezért személyes adatokat fog kezelni, telefonszámot, lakcímet, meg mondjuk a Facebookra. Ennek a két típusú szereplőnek ugyanannak a szabályrendszernek kell megfelelni a GDPR alapján, ami nyilvánvalóan ennek a rendszernek a gyengeségét jelzi. Itt viszont a szabályozó tudatosan és nagyon helyesen megkülönböztette a kapuőrök, a digitális platformok, a digitális óriás platformok kategóriáit, és egy olyan szabályozást alkotott, ami igazodik ezeknek a szereplőknek a társadalmi jelentőségéhez és felelősségéhez. Azok, akik fontos szereplők, nagy szereplők, gazdag szereplők, azoknak nagy terjedelmű, részletes, aprólékos, szigorúbb kötelezettségeknek kell megfelelniük. Akik pedig kisebb szereplők, azoknak kevesebb kötelezettséggel kell találkozniuk, könnyebben tudnak piacra lépni, könnyebben tudnak előbb-utóbb ezeknek a nagy szereplőknek a kihívóivá válni. És emiatt a közelítés miatt mondom azt, hogy talán alappal reménykedhetünk benne, hogy pozitív változásokat hoz ez a szabályozás. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.